Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket a Nemzeti Művelődési Intézet és a Békés megyei IBZEN Oktatási, Művészeti és Közművelődési Nonprofit Kft. Nevében. Először is szeretnék köszönetet mondani a Kecskeméti Gábor Kulturális Sport és Turisztikai Központnak, hogy otthont adott a rendezvényünknek, és együttműködő partnerként segített a szervezésben. Tisztelettel felkérem Izsó Gábor urat, Békésváros polgármesterét, hogy nyissa meg a mai rendezvényt. Köszönöm szépen, jó napot kívánok, tisztelettel köszöntök én is mindenkit itt Békésen, aki itthon van, azt is, aki ellátogatott hozzánk, azt még nagyobb szeretettel. Először is engedjék meg, hogy örömmel fejezzem ki az iránt, hogy ez a konferencia itt nálunk kerül megtartásra. Annál is inkább, mert nálunk itt a kulturális központban, a városban, de a kistérségben is ez a terület, ez egy igen kedvelt terület, és úgy mondhatom, hogy a jelenlegi igazgatónk is nagyon szívéviseli a média, a kommunikáció, a marketing sorsát és ennek a lehetőségeit. Valószínű, hogy a helyszínválasztás is azért adódott, hogy itt lehet ez Békésen. Az, hogy ez milyen fontos terület, azt hiszem önöknek nem kell mondani, hiszen nap mint nap találkoznak vele. Én először 1992-ben találkoztam olyan szinten a kommunikációnak, a médiának a szerepével, a közművelődésben, a sportban, mondhatom, amikor Amerikában jártam, mint tornász vezető, és ott gyakorlatilag már akkor a szülőkkel, az egyesületekkel való kapcsolattartás az interneten keresztül bonyolódott, tehát a számunkra ez nagyon idegen volt, de már akkor olyan weboldallal rendelkeztek, hogy csak nézegettük, csodálatos volt. Hát mi még lehet, hogy tartunk már éppen ott, ahol ők akkor tartottak. Megkerülhetetlenné vált ez a fajta kommunikáció, és a tömegekhez történő eljuttatás az információknak, az internet világának a kiszélesítésével, kiszélesedésével az országban is, én azt mondom, hogy alapvetően fontos. Az, hogy még mindig ott tartunk 2013-ban, hogy éppen az imént hallottam, hogy közművelődési intézmények, vagy egyesületek, vagy bármilyen civil szervezetek, de most maradjunk csak a közművelődési intézményeknél is, vagy nem rendelkeznek honlappal, vagy ezeket nem frissítik rendszeresen, és az információ, ami ugye nyilván tudjuk, hogy a fiatalság nagy része főleg, de a középkorúak is már nagy része onnan szerzik be, nem tud megfelelő ütemben áramolni. Ez nyilván indokolja azt is, hogy még kell róla beszélni most itt, és hogyan lehet ezt még jobban felhasználni, és még szélesebb körben hasznosítani. Egy, az nagyon fontos, ez ugye nem cél, hanem eszköz. Most már tudjuk, valamikor még célként használták, szórakozásként, most már a munkánk mindennapi része. Nyilván nem helyettesíti a személyes kapcsolatot, a személyes találkozást, barátkozást, hiszen a közösségi világunk az nem egy képernyőn keresztül valósul meg, hanem akkor, amikor találkozunk és egymás szemébe nézve kicseréljük a gondolatainkat. Ugyanakkor az információkat, amiket megbeszélünk, azokat nagy része a médián keresztül jön hozzánk. Nagyon fontos használatot megtanítani, nagyon fontos az, hogy azt a kultúra kialakuljon, hogy mit és hogyan, és mennyit szabad, mennyit kell ebből használni, akár a gyerekeknek, akár a felnőtteknek. Tehát, hogy nehogy elvigye őket ez a világ egy olyan virtuális világba, amit ugye látunk, hogy sajnos katasztrófákhoz is vezethet, nem ez a cél. Ezt valószínű, én úgy gondolom, a közművelődési intézeteknek kellene megtanítani, vagy az iskoláknak, vagy a gyerekeknek, hogy
a szabadság az ne a szabadosság fele menjen el, hanem tudatosan használjuk ezt a lehetőséget. A városban maga a kulturális központ is, de hát minden fontosabb fórum rendelkezik weboldallal, van helyi televíziónk, van helyi újságunk, rádiónk. Most épült ki az elmúlt ciklusban egy szélessávú internethálózat, ami az egész közösséget átöleli. Éppen holnap fogjuk aláírni egy újabb szélessávú internetvonalnak a létesítését, ami egy húropályázat keretén belül indulva a Békési kistérségből Bélmegyeren keresztül Ártándon át egészen Nagyvárad alá fut. Egy 24 szálas optikai gerincvezeték, amit tulajdonképpen bekapcsoljuk a éppen útvonalon lévő magyar latta településeket, és mindenütt lehetőséget biztosítunk rá. Ezt csak azért mondom el, mert érzékeljük azt mi is, és a város vezetése is, meg a művelési szakembereinkben partner a kulturális központ, hogy ez az eszköz, ez mennyire fontos, és hogy milyen tartalommal tudjuk megtölteni, az meg önökön múlik. Én azt kívánom, hogy hasznos legyen a konferencia, nyilván az lesz. Gyakorlati tanácsokat, tapasztalatokat lehet megosztani. Ezzel kapcsolatban a felhasználásnak az új lehetőségét lehet itt, ahogy néztem az előadások során, érzékelni. És kívánom azt, hogy mindenki hazatérve akár a civil szervezethez, vannak itt vállalkozók is, bár ez is mondjuk elég szomorú, hogy Sanyi azt mondta, hogy kiküldött 150 meghívót, és visszajeleztek 11 néhányan, tehát ez is mutatja, hogy mennyire szükség van az ilyen konferenciákra, hogy a lehetőséget kihasználják. Tehát mindenki vigyen magával hasznos utavarót, és ezáltal is fejlődjön ez a lehetőség továbbra is. De egyet nem felejtsünk el, hogy a személyes kapcsolatot, a kontaktust, a készfogást, az egymás szemébenézést, az semmi nem helyettesíti. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm polgármester úrnak a megnyitó gondolatokat. Most pedig szeretném felkérni a Kecskeméti Gábor Kulturális Sport és Turisztikai Központ igazgatóját, Koszecs Sándor, hogy mondja el köszöntőjét. Köszönöm. Hát nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit most ezen a konferencián, ami már nem első a sorban, bár nagyon nagy rendszerességet nem tartottunk, mert legutóbb 2010-ben volt egy ehhez hasonló szakmai rendezvényünk. És akkor, amikor Pilár Andival magát a rendezvényt terveztük, akkor úgy gondoltuk, hogy legyünk hűek magunkhoz. Tehát egy olyan rendezvényt szerveztünk meg itt most, ami kizárólag csak a közösségi média eszközeivel került meghirdetésre, került szervezésre, és hát ennek kapcsán ugye mindannyian tudjátok, egy felmérés is készült, de erről majd később lesz szó. Nos, miért tartjuk nagyon fontosnak? Ugye most lehetne azt mondani, és itt csatlakozom is polgármester úrhoz, hogy a város a beruházások szintjén tartja nagyon fontosnak azt a informatikai strádaépítést, ami, hát ha úgy tetszik, akkor autópályák szintjén még Szeretett megyénben nem tudott megtörténni. Viszont talán ez az a felülete az életünknek, ahol tulajdonképpen Isten igazából rajtunk múlik az, hogy mit tudunk megvalósítani. Rajtunk múlik, hogy milyen tartalmakat tudunk előállítani, és milyen hatékonysággal tudunk ebben a mindannyiunk számára adott közösségi média felületen jelen lenni. Én mindannyiótoknak kívánom, hogy érezzétek jól magatokat intézményünkben, teljesen hasznosan ez a nap, és én akkor tartanám sikeresnek magát a rendezvényt, hogyha ez nem egy olyan konferencia lenne, amely megtörténik, hazamegyünk, és utána minden úgy megy tovább, ahogy,
ahogy tegnap meg tegnap előtt, hanem ha egy olyan konferencia lenne, ahol folyamatok el tudnának indulni. Természetesen egy ilyen konferencián nem lehet belemenni mélyen a hogyan kérdésekbe. De nagyon sok dolgot lehet elmondani arról, hogy mi minden lehetőség van a kezünkbe, és ehhez mindenképpen kell az a nyitottság, ami a jelenlévőkben is megvan, ami úgy gondolom, hogy záloga lehet egy jó, hatékony folytatásnak, és hát mindenkinek kívánom, hogy hasznosan töltse ezt a mai alkalmat. Köszönöm. Akkor szeretném felkérni a konferenciás